Wall Street-ig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Köszöntünk mindenkit, ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin megyünk tovább. Van egy háromnegyed óránk még a mai adásból, Kántor Endrével. És Gede Balázsral. És megnézzük, hogy a 06302010909-re jött valami a hírek alatt, de én úgy látom, hogy nem. Úgyhogy megnézzük a szavazás állását is. Sokan azt írják egyébként, hát sokan páran, hogy miért nincs olyan pont, hogy nem fogad meg semmit, mert minek. Hát olyan van, hogy nem fogad meg semmit, mert úgysem tartanám be. Ja, értem, rendben. Akkor azt elrontottam. Igen. Akkor a vesző utáni részt az úgysem tartom be, azt nem kell annyira komolyan venni, tehát nem fogadok semmit, pont. De egyébként is 66% erre szavaz, úgyhogy ők vannak a legtöbben. Igen, úgyhogy még a három SMS-ezőt hozzátesszük, akkor így is jelentősen nem változik, meg közel 300-an szavaztak arra, hogy nem fogadnak meg semmit. Ja, igen, így igen. Van, 300-an körülbelül. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink. A vonalban Katona Csaba történész. Szervusz Csaba, boldog új évet kívánunk. Viszont kívánom nektek is, kedves hallgatók. Boldog új évet, te ilyen fogadalmas vagy? Nem, minek? Minek? Látod? Nagyon jó. Ezért van az a válasz a Viber közösségünkben. Okay. Tehát emlékezzünk Hofi Géza zseniális mondására, amikor egyszer megkérdezték tőle, hogy lehetne Svájcba szocializmus, a válasz az volt, hogy igen, de minek? Igen. Pontosan így van ez. Jó van, köszönjük. Egyszer már megidéztünk téged a műsor elején, a Boráros térnél, amikor, hát ugye pont egy olyan évfordulót mondott itt Balázs, Boráros János Pest város főbírája, alpolgármestere, amikor mondtam, hogy na hát, akkor mégsem a Boráros néni miatt van elnevezve az a tér. Kiderült, se nem néni, se nem miatta, viszont a Lónyai utca az biztos, hogy... arról az úriemberről van elnevezve, akiről most beszélünk. Lónyai Menyhértől konkrétan, és én nagyon-nagyon örülök, hogy az ő neve így előkerült, mert a Lónyai utca sokak számára ismerős, de megint ott tartunk, ahol Priál Kornéliánál. Pontosan. Ugye? Hát ki van mögötte, mi van mögötte, és hát a magyar kiegyezés egyik igen fontos alakja. Már mindjárt elmondom, hogy miért gondolom azt, hogy fontos alakja, de kezdjük azzal, hogy mi adott lehetőséget arra, hogy egyáltalán beszéljünk róla. Hát már megint egy évforduló, 1822. január 6-án született, tehát nem sokára, 200 évvel ezelőtt, 200 éve, 200. évforduló lesz annak, hogy meglátta a napvilágot. Nagy Lónyai és Vásáros Naményi gróf Lónyai Menyhért. Ami azért mutatja, hogy jó családba született. Igen. Tehát ez egy... Elég tehetős família, hogy finoman fogalmazzak, arisztokratákról beszélünk, és hát nagyon lényeges dolog az is, hogy ő már egészen fiatalon, majd még visszatérünk az ifjú korára, de lényegében megörökli édesapjától, Jánostól azt, hogy Bereg megyének, aki egyébként első alispán is volt, országgyűlési képviselője legyen. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy kedvező helyzetből indult az ő karrierje, de ezt nem tekintjük, ne rójuk föl neki, ugyanis ezzel a lehetőséggel, ami számára így rendelkezésre állt, ezzel élt. Egy olyan emberről beszélünk, aki előbb odahaza végzi a tanulmányait, majd pedig Pestre kerül, és akkor az ottani katolikus gimnáziumba, majd pedig az egyetemre, és foglalkozik bölcselettel meg egyebekkel. Ebből az időszakból érdemes megemlíteni szorosra fűzött kapcsolatát kedves jó barátjával, itt a magyar irodalom történetből ismerünk, Madách Imrével. Ez egy picit hát más irányba is elmozdul, mert hogy Madách történetesen szerelmes lesz Lónyai Menyhért testvérébe. Az más kérdés, hogy ez aztán tehát nem szökken virágba ez a szerelem, de mindössze kialakul köztük egy ilyen szoros kötődés. Viszont nagyon hamar kiderül, hogy az ifjú Lónyai Menyhértnek minden irodalmi próbálkozása dacára az elsődleges érdeklődési területe az nem más, mint a gazdaság. És ezzel kezd.
elfoglalkozni egyre aktívabban. Volt olyan életrajzíró, aki azt írta róla, hogy tulajdonképpen ő volt az egyik első ember, aki úgy valósította meg a lifelong learning fogalmát, hogy nem is tudta, hogy van ilyen. Uh-huh. De jó. Hanem úgy állandóan képezte magát, állandóan érdeklődött, és folyamatosan igyekezett gyarapítani a tudását, amit, hogyha meggondolunk, a modern közgazdaságban nélkülözhetetlen, és a modern közgazdaság az már 19. században ilyen értelemben a helyén van. Na most oda kerül az országgyűlése, 1843-ban, nagyon fiatal, épp hogy elmúlt 20 éves. Itt Széchenyi István lelkes híve lesz, támogatja a szabad elvű pártot, utazgat Európában, mert megteheti, de nem ilyen buli utazások ezek, hanem folyamatosan tapasztalat vesz szert, és amikor hazatér, akkor ír egy könyvet, aminek ez a címe, hogy Hazánk anyagi érdekei. Jó. Azt gondolom, hogy ez világosan kijelöli az ő érdeklődését. És részt vesz a centristák szerkesztésében megjelenő pesti hírlapnak a megjelentetésében, és folyamatosan ott van az országgyűlésen tulajdonképpen haláláig, kivéve amikor nincs országgyűlés, ugyebár. Majd 1848-49-ben a kormány segítőjeként tevékenyen részt vesz a forradalomban és szabadságharcban, nevezetesen a Szemere kormányban már államtitkári teendőket lát el, hát ezek után talán nem meglepő, hogy menekülnie kell. Uh-huh. Párizsba megy, és Párizsban egyebek mellett szintén a tanulmányait igyekszik gyarapítani, különféle gazdasági intézeteket látogat. Nagyon hamar kegyelmet kap, 1850-ben hazatér, de visszavonul a közélettől, ugye a bakrendszer az nem igazán neki van kitalálva, hogy finoman fogalmazzak. Viszont közben foglalkozik mindenféle dologgal, igyekszik előmozdítani különféle vállalkozásoknak az elindítását, foglalkozik a TISZA szabályozásának kérdésével. Tehát azt lehet mondani, hogy egy aktív közéletet él, és mindezt úgy, hogy egészen fiatalon megházasodott, tehát van neki egy felesége, Kappel Frigyes bankárnak a leánya, Emília, akitől egyébként 4 gyermeke születik. Itt egy apróság, vagy anekdota szerint, ha már Frigyel Kornéliáról beszélgetünk múltkor, egy Liszt Ferenc hangverseny után hirtelen felindulásból Petőfi Sándor Kappel Emíliát is feleségül kérte. Más kérdés, hogy ebből se lett házasság, az meg még más kérdés, hogy valószínűleg a sztori nem is igaz. Ami az egyik legfőbb oka annak, hogy ebből nem lett házasság. De most ezt tegyük zárójelbe. Csak érdekes dolog így az anekdoták szintjén. Hát de honnan tudod le, hogyha... De ezt nem... Na, ez Csaba, ezt nagyon nehéz megállapítani. Jó koncert volt, ráadásul Liszt, hát az egy rock koncertnek számított akkoriban. Abszolút. Ott teljesen megőrültek a csajok, dobálták a kesztyűjeiket, meg a kendőket, meg minden. Petőfi teljesen túl volt hevülve, gondolta megkéri a hölgyet, nem sikerült, nem baj, elment, iszott, ivott egyet, és akkor majd lesz valami más. Hát ez... A legnagyobb probléma az, hogy bár minden tiszteletem a kontrafaktualitásé, de nagyon úgy beszél 1845-ben. Azon a ponton, amikor éppen ez az esemény állítólagosan megtörtént, Liszt nem koncertezett Pesten. Tehát ja, innentől kezdve borulni látszik. Akkor úgy nehéz ezt hát, pedig olyan szép történet volt. Igen. Na mindegy, vissza akkor Lónyaihoz. Ne felejtsük el, hogy valaminek a nem létét nem lehet igazolni, ugye még a magyar jog is így működik. Csupán azt lehet mondani, hogy a történeti források nem látszanak alátámasztani ezt az egyébként hangzatos legendát. Ezt remélem, hogy szofisztikáltan írtam. Nagyon körbe. Jó volt. Köszönöm. Na, köszönöm a helyreigazítást. De mi lett Mennyhértel? Mennyhértel az lett, hogy 1861-ben, tehát amikor először összehívják az országgyűlés 49 után, akkor Deák Ferenc, felismerdén az ő pénzügyi tehetségét és az elkötelezettségét, számít a munkájára a felirati párt teendői körül. Ott van ismét az országgyűlésben, de hát közismert 1861-ben végső soron nem jött létre a kiegyezés, hanem 1867-ig várni kellett. Na most 1867-ben viszont ifjabb Andrássy Gyula, róla nemrég beszélgettünk ebben a műsorban, ugye kormányra kerül, és teljesen evidensnek tűnik, hogy ki lesz a pénzügyminisztere, Lónyay Menyhért. És Lónyay Menyhért ezt a pozíciót aztán be is tölti egészen addig, amíg Andrássy Gyulából nem lesz karrierje csúcsán az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminisztere. Lónyainak azonban nagyon nehéz feladata van pénzügyminiszterként, először is meg kell teremtenie az önálló magyar pénzügyi igazgatást, az önálló magyar pénzügyi törvénykezést, és egyáltalán meg kell teremteni az önálló magyar költségvetést. Ugye vannak közös pénzügyek, ugye a hadügyre, külügyre vonatkozó pénzügyek, ezek tartoznak a közös pénzügyminiszter alá. De hát van a Magyarországnak önálló pénzügyminisztere, ez ő. És akkor több dologra fut bele, ami rendkívül nehézé teszi az ő feladatát. Ott kezdődik az egész, hogy nem is lehet pontosan tudni, mennyi Magyarország állami vagyona, mert hát 1849-1867-ig tartó időszak, az ugye nem arról volt nevezetes, hogy különösebb önállóságot tudnánk tüntetni. Hm. 3 vagy 4 év telik el, 68 vagy 69, amikor sikerül végre fölmérni az állami vagyont. Aztán rájön arra, hogy jó nemzeti szokássá vált nálunk, hogy a
passzív ellenállás jegyében nem szeretünk adót fizetni. Mert ugye ezzel megmutatjuk a csúnya országból. Hát ez még mindig így van. Nem szeretünk, na, de... Na, igen. Ezt nagyon helyesen látod. Ebbe a késbe futott bele Lúnyai, aki arra jött rá, hogy hát miközben volt mögött egy ilyen nagyon szép ideológiai maszlak, hogy hát a hazurók sorsát nehezítjük azon, hogy nem fizetünk adót. 1867-től úgy belejöttünk ebbe, hogy nem fizetünk adót, és továbbra se akaródzott. És akkor Lúnyai ezt igyekezett új módon úgymond helyreütni, hogy ad egy csökkentette az adónemeket, tehát azzal igyekezett adózásra ösztönözni egyebek mellett az embereket, hogy nem megemelte ezeket a terheket, egy rövid távú megoldást keresve, hogyha kevesebben fizetnek, akkor azok fizessenek többet, és ezáltal ugye azokat sújtva idézőjelbe büntetéssel, akik betartják a szabályokat, hanem csökkentette az adónemeket, szabályozta ezeket, nekiállt megcsinálni a pénzügyi törvényeket, nekiállt egy szigorúbb állami gazdaságot, szigorúbb állami költségvetést összerakni, nevezetesen például a pénzügyminiszter működési költségeit igyekezett a lehető legjobban csökkenteni, elengedte a korábbi adósságokat, ha valaki adósság miatt börtönbe került, azoknak amnestiát biztosított, tehát egyfelől egy nagyon komoly törvénykezési, másfelől egy nagyon komoly pénzügyigazgatási munkálat volt mögötte, aminek következtében aztán eljutott oda, hogy 1868-as költségvetés nem deficittel, hanem szuficittel zárt. Nevezetesen 6 millióval. Na most ez az, amit senki nem akart elhinni neki. És pehjére a nyakára raktak egy pénzügyi bizottságot, akivel ugye... Aha, tehát azt gondolta, hogy kicsit főzött a könyveken, vagy hogy fordítsuk ezt a cook the books-ot hát, magyarra kicsit. Maradjunk annyiból, hogy a szakbizottsággal akarták támogatni a munkáját, ez volt reforma a megokolás. Ez a szakbizottság azonban nagyon hamar hát tengelyt akasztott, és megromlott a viszonyuk, aminek egy nagyon érdekes következménye lett, ami a mai napig nyomot hagyott a magyar állami közigazgatáson és a pénzügyigazgatáson. Nevezetesen arról van szó, hogy amikor beterjesztette ezt a költségvetést az őt bíráló pénzügyi bizottságnak, akkor közölték vele, hogy de ez lehetetlen. Tehát ne találjon már ki ilyeneket, ez nem fordulhat elő Magyarországon. Lúnyai, ez némiképpen fölkapta a vizet, lássuk be érthetően, és tételesen igazolta, hogy hát kérem, tessék megnézni, itt egyesével végig lehet nézni minden tételt, mire a bizottság közölte, hogy ők nincsenek azon kompetenciák birtokában, hogy ezt ellenőrizni tudják, ezt nem értik. Ez nagyon jó. Ugye? Ugye? De véleményüket fenntartják. De ezen a ponton született meg a gondolat, hogy létre kell hozni a magyar állami számbevőszéket. Ami 1870-ben fel is állt, és nem ok nélkül, hogy szakemberekkel töltsék föl ugye ezt a intézményt, és szakemberek foglalkoznak a pénzügyekkel, mert ne az legyen már, hogy összerántunk 15 egyébként jól szituált politikust, akik hát fogalmazunk úgy, hogy mérsékelten tájékozottak a pénzügyekbe, ilyen szinten 5. követelő, stb. Igen, de ők ellenzékiek voltak alapvetően, nem? Akkor... Részben. Ugyanis az a helyzet, hogy Lúnyai azért a saját kormánypártján belül is lassan, de biztosan háttérbe szorult, de nem feltétlenül értett mindenben egyet a miniszterelnökével. Lúnyai, az a szigorú pénzügyi szakember egyértelműen a költségvetési hatékonyságot, a költségvetési szigort képviselte. Mondok egy konkrét példát, 1870-ben föláll a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, erről is beszéltünk itt, ugye azzal a céllal, hogy létrejöjjön egy Bécshez mérhető birodalmi főváros, tehát nem idézőjelben csak egy magyar fővárost akarnak megteremteni Budapest révén, hanem egy olyat, ami ad egy európai világváros, de ami a legfontosabb, hogy a kétfejű birodalomba egyenrangú partnere Bécsnek. És Lúnyai úgy gondolja, hogy ezt úgy kell megvalósítani a költségvetési szigor jegyébe, hogy nem kell itt mindenféle beruházásokat eszközölni arra nézve, hogy legyen Nagykörút, meg aztán a későbbi Andrássy út, akkor is Ugárút, hanem legyen a gazdaság és a kereskedelem központja Budapest, ahogy már a reformkorban Pest városa egyébként az volt, de ezek luxus beruházások. Andrássynak ez kevés, neki politikai, reprezentatív főváros kell, annak szellemében, amit elmondtam. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa ugye azzal a céllal állt össze, hogy a leendő főváros vezetése és a kormány között az összhangot biztosítsa. Ezt az összhangot főleg az biztosította, hogy maga a miniszterelnök lett a Fővárosi Közmunkák Tanácsának az elnöke. Azt gondolom, hogy ezt nem kell részletesen körülírnom, hogy ez mit jelentett. Hát én azt sem. Megvolt a megfelelő hátszél ahhoz, hogy meg tudják azokat a dolgokat csinálni, amik jól néznek ki. Hát megteremtették az összhangot végül is. Igen. Na. Ezzel nem volt probléma. Viszont ez mutatja azt, hogy nem a Lúnyai féle koncepció nyert, természetesen, hanem Andrássyé. És a Lúnyai körül lassan, de biztosan kezdett elfogyni a levegő, ahonnan aztán jött egy menekülő útvonal, az nevezetesen, hogy Bécsbe felkérték őt közös pénzügyminiszternek. 1870-ben is el is ment közös pénzügyminiszternek, nagyon-nagyon rövid ideig töltötte be ezt a posztot, alig több mint egy évig, ugyanis 1871-ben, megint visszautalnék a korábban mondatokra, Andrássy Gyula lesz a közös külügyminiszter, és fog kell egy kormányfő. Értem.
És Lónyai Menyhért hazatér kormányfőnek, és a kormányfősége megint nagyon rövid ideig tart, 1871-től 1872-ig. Gyakorlatilag az a korábbi térvesztés, amiről beszéltünk, ez itt fokozottan érvényesül, tehát lassan, de biztosan a kormányon belül is elveszti a támogatottságát. Ilyen problémák húzódnak meg a háttérbe, hogy például a kormánypárt úgy érzi, hogy a párt érdekei kevésbé jelennek meg az egyre önállóbbá váló kormányzati intézkedések során. Tehát egyszerűen fogalmazva a párt érdekek sérelmét az országos érdekek rovására sérelmezték. Aztán voltak ilyen ötletei még szintén a költségvetés meg a működés hatékonysága tekintetében Lónyainak, hogy hát 5 évenként legyenek választások. Sokkal kevesebbe kerül, nyugodtabban tud dolgozni a kormány, ha megszületik a döntés, kevesebb lesz a korrupció a választások során, kevesebb lesz a balhé. Ez a kezdeményezése is megbukott. És lassan, de biztosan érezvén azt, hogy ez a magyar állam ez nem egészen úgy fog működni, ahogy ő azt elgondolta a maga szigorú pénzügyi elvei mentén. Fogta magát és szépen lemondott, és mondhatnánk azt is, hogy visszavonult a közéletbe. Nem vonult vissza a közéletbe, legalábbis relatíve nem vonult vissza, mert a Magyar Tudományos Akadémia elnöke lett, és haláláig be is töltötte ezt a pozíciót. És egyebek mellett neki köszönhető például a Széchenyi István hagyatékát, Tasner Antal utódaitól, Széchenyi titkárnak utódaitól megvásárolta a Magyar Tudományos Akadémia. És hogyha ezt az egészet összerakjuk, hogy ez a úriember, ez helyre rakta Magyarország pénzügyi igazgatását, pénzügyi törvénykezését, helyre rakta Magyarország költségvetését, és őt megteremtette, mert 1867-ben ez volt a feladat. Sikeres pénzügyminiszter volt, utána volt közös külügyminiszter, utána volt miniszterelnök, és aztán volt az akadémia elnöke. Na, ha csak ennyit tett le volna életében, már ezért azt gondolom, hogy minimum megérdemelni azt a bizonyos utcanevet, és ennél jobban már csak azt érdemli meg, hogy ismerjük is őt, amire van lehetőség, mert 2008-ban Ciger András kollégám egy egészen kiváló monográfiát írt róla, amit jó szívvel ajánlok mindenki figyelmébe. Ennek mi a címe? Lónyai Menyhész. Okay. Értelemszerűen. Könnyű, igen. Könnyű meg. Okay, azt hittem, hogy van valami olyan alcím, ami alapján lehet keresni, de köszönöm szépen. Hát akár lehetett volna, de... Jó, és hát a földhitelintézet is még itt van, ugye. Beszélünk, és hadd idézek tőle valamit, gyorsan meg fogom itt találni, mert azért igyekeztem előszedni tőle egy pár dolgot, és ennek a lényege pedig a következő, hogy ő úgy fogalmazott, hogy aki az ő emberei közül megfelelően végzi a munkát elviselvén a nagyon szigorú fegyelmet és a nagy terhelést, képtelen lesz ezt nem észrevenni, de aki nem ezt teszi, azt is képtelen lesz nem észrevenni. Szerintem ennél jobban semmi nem mutatja azt, hogy ő hogyan képzelte el a hivatali munkát. Igen. Hát kicsit beletört a bicskája itt a korabeli magyar politikába, de szerintem ez egy ilyen, nem mondanám azt, hogy turániátok, de az biztos, hogy az évszázadokon átívelő közös sorsban osztozott vele sok pénzügyi szakember és szakpolitikus, mondjuk így, aki hát egy kicsit máshogy látta azt, hogy kéne a dolgokat igen, csinálni. Igen, sajnos így van. Hát volt neki egy kiváló híve, Máriási Béla, aki a következőt írta egyébként az őt lehetetlenné tenni akaró bizottság működéséről. Az intézmény azonban feladatát nem teljesítette, a magánérdekek találkája, a pártfondorlatok műhelye lett, és még eddig egy egészséges eszme sem került ki belőle. Azonban ezt nem a bizottság célszerűtlensége, de az emberek, a kor gyengesége, a magyar államférfiak tehetetlensége okozta. Uh-huh. 1860-as évek végén vagyunk, mielőtt valaki félreérti. Igen, hát igen. Jó, hogy a dátumot mellé raktad. Szükségszerű dolog ez, mert ebből látszik, hogy hogyan lehet megbuktatni a Magyar Olimpiai Bizottság. Jaj, bocsánat, a miniszterelnököt. Okay. Amikor sok érdek sérül, és akkor erre jön rögtön egy válaszreakció. Bocsánat, hogy a freudi elszólás volt. Igen. De akartam még hozzátenni, a Földhitelintézet egyik alapítója és elnöke is volt, Lónyai Menyhért, rengeteg mindent felsoroltál és elmondtál. A Budapesti Szemle. Igen, én közben egyik kortársát és valószínű barátját és munkatársát is itt kiszúrtam, hogy egy jó nyári beszélgetés lehet Csengeri Antalról. Ja, igen. Hogyha már a Boráros tér, Lónyai utca, Csengeri utca. Igen. Ugye? Nagyon érdekes alakő is, úgyhogy szerintem majd visszatérünk rá. Valójában az Ötvös József körül tömörült valamennyit, tehát nyugodtan meg lehet említeni ilyen tekintetbe. A Boráros térhez meg egy apróság, hogy azt a bizonyos legendát, hogy egy bort áruló hölgyről nevezték el a teret. Ezt egy bizonyos értelemben cáfolja, bizonyos értelemben erősíti a Boráros szobra, ami ugye szintén ott található. Igen. Ez aztán abszolút ráerősít arról, hogy kérem szépen tisztelettel, itt nem valami városvezetőről van szó.
Hát mindegy, mindegy, ez egy jó pofa dolog, és így ma is tanultunk több mindent. Lónyai Menyhértről rengeteg mindent. Köszönjük szépen, Csaba. Nagyon szívesen, és ha valaki Lónyán jár, kóstolja meg a helyi pálinkát, esküszöm, megéri. Ha már Lónyai. Oké, nagyon köszönjük. Boldog a szerencsém. Sziasztok, köszönöm szia, a figyelmet. Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 200 évvel ezelőtt született Lónyai Menyhértről. Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatás.